Október 28-án Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese, törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérte Csák Jánostól a Nemzeti Múzeumban megtekinthető nemzetközi sajtófotó kiállítás bizonyos képei miatt. A családok védelméről szóló törvény értelmében a múzeum ezentúl nem értékesít 18 éven aluliaknak jegyet, így nekünk sem. Egy nappal később, október 29-én kijöttünk, hogy megnézzük, vajon beengednek-e minket. Akik ott helyben akartak jegyet vásárolni, azoknak valóban megnézték az igazolványukat. Viszont minket még ez a nagyon félelmetes 18 pluszos tábla sem rettentett el attól, hogy belépjünk a kiállításra. Igaz, pulzusunk az egekben volt, viszont amint a videón is látszik, minden probléma nélkül engedtek be minket. 30 perc után a családunkat fenyegető képhez is elértünk, amely egy meleg idősek otthonát ábrázolt a Fülöp-szigeteken. Ezen kívül a családoknak a védelméről szóló törvény miatt a kiállításnak az évértékelőjét sem láthattuk volna, mely az LMBTQ plusz kisebbség elleni erőszakra hívja fel a figyelmet. A konklúzió tehát, hogy online vásárolt felnőtt jeggyel gond nélkül bejutottunk, igaz, a kiállításon találkoztunk egy kisbabával is, úgyhogy valószínűleg a családok védelméről szóló törvény nem jelentett akkora kockázatot számára, mint nekünk, 16 éves diákoknak.